Sziasztok újra! Ez itt a második mese, amit felolvasok nektek. Tudom, a múltkor egy picit hosszú volt, lehet, hogy meg se néztétek annyian, de nem baj, elég, ha ketten megnézik igazából. Ők pedig a András és Anna, az én kisfiam meg a kislányom, akikhez még csak 11 nap múlva mehetek haza. De nem baj, mert nem múlik az a 11 nap, aztán megint jókat fogunk bunyózni az ágyon, meg minden is nagyon hiányoznak. De annak is nagyon örülök, hogyha ti is megnézitek ezt, egy picit talán nem gondolunk arra a sok rosszra, ami körülvesz minket. Gondoljátok csak bele, milyen jó, hogy most ott van anya meg apa mellettetek. Vagy anya, vagy apa. Az a lényeg, hogy együtt legyetek és maradjatok otthon, és remélem, hogy lefekvés előtt mostatok fogad, és kezet is. Nagyon fontos, tudjátok, alaposan kell kezet mosni. Na, a mai mese egy picit rövidebb lesz, mint a múltkori. Cserébe viszont megtanítok nektek egy nagyon egyszerű kis versikét, amit én nagyon-nagyon szeretek, és egy nagyon kedvenc, az egyik kedvenc költőm írta, mégpedig Vörös Sándor, és az a címe, hogy Há, világ rigó lenne. Igen, ez itt egy gitár a kezembe, jól látjátok, egy kék gitár, nem is az enyém, ez a kisfiam, én ezt neki vettem, illetve neki hozta Jézuska, képzeljétek el, a Jézuska hozta neki karácsonyra, ez egy háromnegyedes gitár, mert nem egészen olyan nagy, mint egy felnőtt gitár, de nem is olyan kicsi, mint a feles, ami még kisebb, mint ez. Olyan a lányomnak van, és az rózsaszín. Úgyhogy most ez a gitár van itt velem. Na figyeljetek, így szól a kis versike. Nagyon egyszerű, kérjétek már meg anyát, meg apát, hogy keresse meg nektek az interneten, és tanuljátok meg, már nagyon jó pofa. Futkározás közben is lehet kiabálni, meg énekelni. Jó? Na figyeljetek. Vörös Sándor, há világ rigó lenne. Há világ rigó lenne, kötényemben ő fütyülne. Éjjel-nappal szépen szólna, há világ rigó volna. De jaj, há világ rigó lenne, kötényembe el se férne. Kötényem is honnan volna, há világ rigó volna. Na, ugye? 8 sor az egész, és nagyon könnyen meg lehet tanulni. És most jöjjön a mese. Még mindig Íj és Gyula 77 magyar népmeséjéből olvasunk. És pedig, figyeljetek, Tündérszép Ilona és Árgyélus. Ú, ez egy nagyon-nagyon régi népmese. Amikor én kicsi voltam, akkor nekem is ebből a könyvből olvasta fel anyukám meg apukám. Na figyeljetek. Volt egyszer egy király és annak 3 fia. Volt a királynak egy álmafája, amelyen aranyálmák termettek. Olyan különös fa volt ez, hogy éjjel virágzott, és meg is ért rajta az álma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király, amikor szokása szerint korán reggel kiment sétálgatni gyönyörűséges kertjébe, az aranyálmáknak csak a hűlt helyüket lelte. Így történt ez másnap és harmadnap is. Összehívta a király, erre az egész udvart kihirdette, hogy ha olyan ember találkozik, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát neki adja. Az őröknek sem kellett egyéb, odaállottak az almafához. De hiába volt minden, mert éjféltájban mély álom ereszkedett rájuk, és alig múltán negyed óra, mire felébredtek, az aranyalmák mind eltűntek. Egyszer azután a tanácskozásban felszólalt a 3 királyfiú, és megjelentették, hogy ők fogják őrizni az almafát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni. De vele is ugyanezt történt, ami a többivel. A középső sem járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott, Árgyélus királyfi. Legelőször is dohánnyal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe, így ült le az almafá alá. A holdvilág szépen világított Árgyélus királyfi arcára, már érezni kezdte, hogy az álom össze akarja a szemét húzni, szippantott hát egy kis dohányt, jól megdörzsölte a szemét, nagyokat prüsszentett. Aztán másodszor is nagyot szippantott a dohányból, még egyszer megdörzsölte a szemét. Egyszer csak halk suttogást hallatszott. Feltekintett hát a feje felett 12 hollót látott repülni. Egyenest az álmafához tartottak. A 13. holló, mint vezér, előre repült. Árgyélus megkapta a 13. hollónak a lábát, s felkiáltott: megvágy, tolvaj! De midő rátekintett, hát látja, hogy karja közt gyönyörű szép lány fekszik, aranyfürtjei eltakárják szép fehér vállát. Ki vagy, te szép tolvaj? Kérdi a királyfi.
Soha többé el nem eresztelek. Én tündér szép Ilona vagyok, mondta a szép lány. Ezek a hollók pedig a lánypajtásaim. Mulatságból minden este ide repülünk, hogy az aranyálmákat leszedjük. De nálad nem maradhatok, pedig megvallom, hogy te vagy, akit soha felejtenem nem lehet, mert csak téged szeretlek. Maradj nálam, kérte Árgyélus. Nem maradhatok, felelte tündér szép Ilona, de megígérem, hogy ezen túl minden nap el fogok jönni, de az álmákat többé el nem viszem. Légy mindig itt, ha látni akarsz. Ezzel nagy robajjal elrepült a 13 holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyálmák mind megvoltak. A király homlokon csókolta a fiát. Árgyélus csak azt kérte az apjától, engedje meg, hogy tovább is őrizhesse az almafát. Ki is ment minden éjjel Árgyélus királyfi őrködni, hogy láthassa tündér szép Ilonát. De volt a király udvarában egy vén banya, aki Árgyélus királyfit nagyon szemmel tartotta. A király is kezdett kíváncsi lenni, mi lehet az oka, hogy Árgyélus annyira szeret az almafánál őrködni. Magához szólította hát vén banyát, és így szólt hozzá. Látom, hogy Árgyélus királyfit te szemmel tartod. Vigyázz meg egyszer, mikor az almafánál őrködik. A megvigyázás az azt jelenti, hogy figyelje meg, csak régen így mondták. A vénbanya úgy tett. Mikor Árgyélus az almafához ment őrködni, a vénbanya a bokrok mögé bújt. Másnap korán reggel már jelentette a királynak. Meglestem Árgyélus királyfit, gyönyörűséges aranyhajú lányjal láttam az almafa alatt ülni. Holló képében jött az almafára, úgy lett belőle aranyhajú lány. Hazudsz, vénbanya, mondta a király, nem igaz? De így van, az felséges uram, ha kell, holnap jelet is hozok arról, hogy igazam van. Másnap este Árgyélus és tündér szép Ilona megint egymással mulattak. Maguk sem tudták, hogyan történt, mélyen aludtak mind a ketten. Ekkor előcsúszott a vénbanya, és egy aranyfürtöt levágott tündér szép Ilona hajából azután lassan elment. Felébredt tündér szép Ilona, sírni, jajgatni kezdett, felébredt erre Árgyélus is. Mi bajod van, kedvesem? Jaj, Árgyélus, éj boldogul, én téged soha többé nem láthatlak, nálad nem maradhatok. A házadban tolvajok laknak, nézd, aranyfürtjeimből egyet levágtak. Ezzel megölelte Árgyélust, ujjáról egy gyűrűt vett le, és Árgyélus vére húzta. Neked adom, mondta, erről akárhol megismerlek. Ezzel összecsapták kezét, hollóvá változott, és elrepült. Másnap reggel a vénbanya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Nagyon csodálkozott a király, és tüstént magához hívatta Árgyélus királyfit. Édes fiam, testvéreidet már mind kiházasítottam, megjött az idő, hogy téged is megházasítsalak. Gazdag királylent kerestem számodra, azt hiszem nem lesz ellenvetésed. Kedves atyám, én meg fogok házasodni, de csak úgy, ha én választhatok magamnak feleséget. Már találtam is. Tündér szép Ilona lesz az én feleségem. Éj, a királynak nem tetszett a felelet, de bármit is, bármint akarta is lebeszélni Árgyélust a kívánságáról, az nem engedett. Kardot kötött az oldalára, és elment, hogy tündér szép Ilonát megkeresse. Az egész udvar gyászba borult utána. Már majdnem az egész világot összejárta Árgyélus, de tündér szép Ilonának még a nyomára sem talált. Egyszer egy kis házhoz jutott. A házban egy vén anyóra talált. Illendően köszöntötte. A vénanyó széken ült, csodálkozva kérdezte Árgyélust. Hol jársz erre, ahol a madár se jár? Öreg anyám, mondta Árgyélus, nem tudná nekem megmondani, merre lakik tündér szép Ilona? Nem bizony, édes fiam, de talán, ha hazajön az uram, a nap, az mindenüvé odasüt, azt talán meg tudja mondani. De bújj el, mert ha meglát, felfal. Erre elbújt Árgyélus. Hazajött a nap, belép a szobába, mindjárt elkezdte. Hú, hű, anyó, ember, hús, büdös! Erre kimászott az ágy alól Árgyélus, köszöntötte a napot. Szerencséd, hogy szépen köszöntöttél, mondta a nap. Másként felfaltalak volna. Tündér szép Ilonáról nem tudok semmit, de talán a hold bátyám tud tőle valamit. Elment hát Árgyélus oda is. Ott is úgy járt, mint a napnál. A hold a szélhez utasította. Oda is eljutott, szépen beköszöntött, és a széltől is megkérdezte, hogy nem tud-e valamit tündér szép Ilona felől. Én, mondta a szél, nem tudok semmit, de nem messze tőlem, abban az erdőben lakik az állatkirály. Azt talán tud valamit. Ment, mendegélt újra Árgyélus, már egészen beesteledett, úgyhogy majdnem semmit sem látott. Felmászott egy fára, szétnézett, nem lát-e valahol világot. Azt jelenti, hogy lámpafényt vagy fényt.
Csak ugyan, messze távolban észrevett egy kis világocskát, egy szép kastélyból szüremlett. Bekopogott, kinyílott az ajtó, és egy óriás jött elébe, akinek a szeme a homlokán volt. Jó estét, felséges király, köszönt Árgyélus. Nem tudnál te nekem tündér szép Ilonáról valamit mondani, hol lakhat? Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, mint illik, másként halálfia lettél volna. Én az állat király vagyok. Tündér szép Ilonáról nem tudok semmit, de talán az állataim közül valamelyik tud felőle valamit. Ezzel egyet füttyentett, és az egész palota azonnal tele lett mindenféle állattal. Megtette a király a kérdést, de az állatok közül senki nem tudott semmit. Végre is előkullogott egy sánta farkas. Én, mondta a sánta farkas, tudok tündér szép Ilona felől valamit. A fekete tengeren túl lakik, ott törték el a lábamat. No hát, akkor vezesd oda ezt a szegény királyfit, mondta a király. A sánta farkas azonnal odaállt, hogy Árgyélus üljön rá. Így mentek száz meg száz esztendeig. Egyszer csak letette a farkas Árgyélust. Már én tovább nem vihetlek, oda most már magad is eltalálsz, hiszen nincs már messze. Csak száz esztendőt kell még menni. Ezzel elbúcsúzott tőle és elsántikált. Ment mendegélt Árgyélus tovább, egyszer csak egy völgyet látott, mely három heggyel volt körülvéve. A völgyben épp három ördög verekedett. Oda ment hozzájuk, és kérdezte tőlük, miért verekszenek. Az atyánk meghalt, maga után ezt a köpönyeget, ostort és ezt a bocskort hagyta. Ez a köpönyeg olyan köpönyeg, hogyha magadra veszed, és aztán a bocskort a lábadra húzod, és ezzel az ostorral egyet csattintasz, és azt mondod, hip-hopot legyek, ahol akarok, ott vagy azonnal. Ezen nem tudunk mi megegyezni. Nem tudjuk, kinek mi jusson. Na, mondta Árgyélus, hát csak az a baj, majd elosztom én köztetek. Hanem egyik hágjon fel erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra. Az ördögök felmentek a hegyre. Árgyélus pedig felvette magára a köpönyeget és a bocskort, az ostorral egyet csattintott, és azt mondta, hip-hop, ott legyek, ahol akarok, legyek azonnal tündér szép Ilonánál. Hopp, azonnal egy kristálytiszta palota előtt termett. Éppen kitekintett az ablakon tündér szép Ilona egyik játszótársa. Megismerte Árgyélust, beszaladt hangosan tündér szép Ilonához. Itt jön Árgyélus! Tündér szép Ilona azt hitte, hogy csak játszanak vele. Pofon vágta a lány pajtását. De jött a másik, a harmadik, a negyedik, a tizenegyedik, de úgy jártak mind a tizenegyen, mint az első. Árgyélus bekopogott az ajtó. Egy öreg asszony jött ajtót nyitni. Nagy csodálkozással nézett Árgyélusra. Aztán a csodálkozása nagy örömre változott. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Árgyélus, legalább megszabadítod a mi király kisasszonyunkat. Most nem mehetsz be hozzá a gonosz varázslótól, most nem lehetsz vele csak éjféltájban, mert csak akkor járhatsz szabadon. Akkor, ha te háromszor megcsókolod, a varázslónak nem lesz többé hatalma rajta. Most épp jókor jöttél, mert nincs itthon, másként halálfia lennél. Nem félek én tőle sem, mondta Árgyélus, megvívok én vele. Az öreg asszony behívta Árgyélust, selyem ágyat vetett neki, pompás vacsorát készített számára, aztán azt mondta, minden éjjel eljön ide, tündér szép Ilona, ne aludj el. De az öreg asszony gonosz boszorkány volt. Azt a mindenit. Volt egy sípja, melyet ha megfújt, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, elfordult és sípolt, és attól Árgyélus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy a világon volt-e valaha. Éjféltalban eljött tündér szép Ilona, meglátta a kedvesét, és felkiáltott. Ébredj fel, kedvesem! Ha háromszor megcsókolsz, megszabadulok a varázslattól. De Árgyélus nem ébredt fel. Reggel azt mondja a vénbanya. Itt volt tündér szép Ilona, de te aludtál, mint a bunda. Másnap is úgy történt, és harmadnap is. De egyszer, amint a vénboszorkány elbóbiskolt, Árgyélus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta, és kíváncsiságból belefújt. Hát látjám, hogy az egész cselédséggel aludt tőle. Ekkor tért észre, hogy azért aludt ő olyan mélyen, mikor a vénbanya sípolt. Most a maga nyakára akasztotta a sípot, és valahányszor a boszorkány fel akart ébredni, ő mindannyiszor sípolt egyet. Így volt éjfélig. Ekkor jött tündér szép Ilona. Árgyélus háromszor megcsókolta, és azonnal az egész vár kivilágosodott. Minden ajtó felnyílt, a vén boszorkány elsüllyedt. De hogy másodszor megcsókolta volna Árgyélus tündér szép Ilonát, előbb 11-szer pofon vágta. Ej, csúnya dolog, ezt ne csináljátok, ez csak a mesében van így. Ez azért van, mivel te 11 játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondtak. Megérdemlem, rebegte tündér szép Ilona.
Hát most én mondom nektek, hogy nem, nem érdemlik meg. Lányokat nem verünk, ha királyfi vagy, ha nem. Ezt jegyezzétek meg. Ekkor Árgyilus karjába vette tündér szép Ilonát, felhúzta a köpönyegét és bocskorát, ostorával egyet csattantott. Hip-hopot legyek, ahol énekarok, legyek az apám várában. Azonnal oda repültek egy szempillantás alatt. Árgyilus hatalmas király lett, tündér szép Ilona hatalmas tündér. Ha meg nem haltak, most is élnek. Jó éjszakát, gyerekek! Holnap is lesz mese, és ne felejtsetek el kezet mosni. Jó?